világra jött a brutálisan meggyilkolt rapper első gyermeke, ahogy arról a Blick is beszámolt. A nyílt utcán, fényes nappal lőtték le Jasek Dwayne Omforité, ismertebb nevén XXXTentacion tavaly júniusban. A rapper, aki mindössze 20 éves volt, azt követően vesztette életét, hogy kórházba szállították őt, így már azt sem tapasztalhatta meg, milyen is édesapának lenni. Barátnője, Jenesis Sanchez ugyanis a napokban adott életet közös gyermeküknek, 7 hónappal azután, hogy a fiatal zenészt brutálisan meggyilkolták. Jenesis Sanchez egy kisfiút hozott a világra, és azt a nevet adta neki, amit még a rapper választott ki, mielőtt lelőtték volna őt. XXXTentacion kisfia a Gekájú Meomfroy nevet kapta. A babavárásról lapunk is írt, a jövevény érkezése nem sokkal a rapper halála után derült ki.